tart a rendőri vezetők pere, még korán sincs vége. Tanú meghallgatásokkal ma Kondorosi volt államtitkár mondta el, Kondorosi Ferenc volt rendészeti államtitkár mondta el azt, hogy ő mit tudott abból az időből, 2006-ból. Valahogy úgy látom, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc kivel, mikor, hogyan, mit beszélt, adott-e utasítást rendőri vezetőknek, avagy sem. Ma Kondorosi Ferenc volt államtitkár, arról beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy többször beszélt rendőri vezetőkkel, Petrétei miniszter tudta, vagy nélkül megkerülésével a miniszterelnök. Gréci Zsolt a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most akkor egy az, hogy beszélt Petrétei tudta nélkül miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc rendőri vezetőkkel, ha beszélt, akkor miről beszélt, önnek erről van-e ismerete? Hát elképzelhető, hogy beszélt természetesen, hát mi sem természetesebb, hogy a köztársaság miniszterelnök, amikor valamilyen krízis helyzet rázza meg az országot, akkor beszél az illetékesekkel, akik annak a helyzetnek a kezelésére hivatottak. Amikor Sertéspest is volt, akkor nyilván a főállatorvossal beszélt, amikor kitört a pénzügyi válság, akkor nem sértette meg a jegybank függetlenségét azzal, hogy meghívta a jegybank elnököt, hogy tájékoztassa arról, hogy ő hogyan látja a helyzetet, vagy amikor árvíz volt, akkor pedig nyilván a katasztrófa védelem vezetőivel tárgyal, amikor pedig hát a Fidesz szándékai szerint egy puccskísérlet zajlik a köztársaság frissen megválasztott kormánya ellen, akkor nyilván rendőri vezetőknél érdeklődik, hogy fönt lehet-e tartani az ország békéjét és nyugalmát. De azt ön is pontosan tudja, hogy más dolog érdeklődni, információt vagy tájékoztatást kérni, hogy mi a helyzet a Gáton, mi a helyzet a Sertéspestissel, mi a helyzet a TV-ostrom körül és a rendőri munka körül, de itt az igazi kérdés az, hogy adott-e utasítást, amit soha, nem adhatott. Soha ilyen tanúvallomás nem került elő, hogy utasított volna rendőri vezetőket, természetesen ilyet soha nem is tett. Természetesen csak annyit tett, ami a kötelessége, hogy tájékozódik egy ilyen helyzetben. Szerintem, én nem is értem, hogy ez a történet hogyan lehet ma sztori egy olyan országban, ahol november van, és még nem kaptak meg iskolák tankönyveket, meg ahol 4 millió szegény van, és így tovább, és így tovább. Ezek nem összehasonlítható dolgok. Hát annyiban igen, hogy hát az, hogy egy miniszterelnök találkozik rendőri vezetőkkel, hát egészen hallatlan. Én nem is tudom, tehát ezt hogy fogunk adni. Nem az a per tárgya, hogy a miniszterelnök valaha belebotlott-e egy fogadáson valamelyik rendőri vezetőben, hanem adott-e utasítást, hogy például oszlassák fel a tüntetést a Kossuth téren, vagy hogy ezt és ezt csinálják mondjuk a TV-ostromkor, vagy mi legyen az október 23-ai tüntetés, Fidesz tüntetésről távozó emberekkel, az ő védelmükkel, tehát hogy volt egy közvetlen miniszterelnök utasítás, mert azt nem adhatott. Egyébként az nagyon érdekes, önök egyből reagáltak Kondorosi Ferenc szavaira. Mi megpróbáltunk ügyvédeket elérni, a minden igaz, holnap egyikük be is tud jönni az egyenes beszédbe, mert hogy az MTI tudósítója és az MTI híreket vette át mindenki, úgy fogalmazott, hogy Kondorosi Ferenc azt mondta, hogy a 2006-os őszi események során többször az igazságügyi és rendészeti minisztériumot megkerülve közvetlenül tárgyalt rendőrségi vezetőkkel. Aki ügyvéddel beszéltünk, ő pedig azt mondta, hogy ott nem ez hangzott el a tárgyaláson, hanem az, hogy elképzelhetőnek tartja, Kondorosi Ferenc mondja, hogy a miniszter tudtán kívül is beszélt rendőrségi vezetőkkel. Most a kettő teljesen más. Hát igen, mert az egyik azt csugalja, ami az előző kérdésben megfogalmazódott, hogy akár utasíthatta volna, tehát azért találkozott Gyurcsány Ferenc sundán-bundán rendőri vezetőkkel, hogy esetleg utasítsa őket valami csúnyaságra, de az, hogy esetleg az államtitkár úr szerint ez nem kizárható, hogy így találkozott, az nem ugyanazt jelenti, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülök neki, hogy az ügyvédek esetleg majd valamilyen módon árnyalják, vagy pontosítják ezt az MTI tudósítást. És még egyszer mondom, a legtermészetesebb az, hogy egy miniszterelnök találkozik egy krízis helyzetben az adott terület felelőseivel, és megpróbál információkat begyűjteni. Itt például kimondottan Gergényi Péterről van szó, és majdnem Bede Lászlótól kért információkat, hogyha csak információkérés volt. Nem tudom, hát ha Gergényi Péterrel tárgyalt, akkor nyilván elsősorban ő volt azt, ha jól emlékszem, a budapesti rendőrfőkapitány, és az események leginkább Budapesten zajlottak.
de ez a bizonyos pucskísérlet, amiben csak úgy csendesen jegyzem meg, sokkal több rendőr sérült meg, mint ahány civil, akkor nyilván a rendőrök a saját lábukat ütötték a gumibottal. Tehát jó lenne ezt a dolgot egyszer és mindenkorra végre rendbe tenni. A DK álláspontja ez ügyben nem változott. Pucskísérlet történt, a rendőrség, ha hibákkal is, vagy időnként túlkapásokkal is, de a köztársaság rendjét védte, és Gyurcsány Ferenc pedig senkinek semmiféle utasítást nem adott. Hát a per még tart, úgyhogy újabb tanúkihallgatások vagy meghallgatások lesznek, hogy hát ha egyszer meg tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc kiről, kivel, pontosan miről beszélt. Igen, ez egy 7 éves történet, csak úgy hát most már ilyen 2006. Igen. Lassan megy ez, de előbb-utóbb csak meg fogjuk tudni. Most viszont én arra lennék kíváncsi, hogy mit szólnak Bajnai Gordon legújabb felvetéséhez. Az Inforádió Aréna című műsorában volt vendég nem sokkal ezelőtt, ahol azt mondta, hogy kettő feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az Együtt PM, MSZP választási szövetség az kinyissa a kapuit esetleg a DK előtt is, hogy Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció a megállapodás része lehessen, így fogalmazott. Az egyik feltétel Bajnai Gordon szerint az, hogy helyre kell állítani a bizalmat, ami október 23-ai ellenzéki demonstráció előtt kötött egyességnek a felrúgása miatt ingott meg. Ezt helyre lehet állítani. Hát egyrészt egy demokratikus koalíció nem tud fölrúgni egy olyan megállapodást, amiben nem vett részt. Hát két párt október 22-én aláírt egy papírt, hogy senki mással nem hajlandóak tárgyalni. Október 23-án annyi történt, hogy több tízezer ember kifejtette azt az óhaját, hogy összefogás legyen, és ez nem a demokratikus koalíció szónóka Gyurcsány Ferenc mondta el egyedül, hanem Bokros Lajos, Fodor Gábor és Kunce Gábor is. Tehát azt gondolom, hogy senki semmiféle megállapodás nem rúgott fel. Október 23-án szerencsére az történt, hogy végre több tízezer ember elmondhatta azt, amit szeretne. Jó, pontosan tudja ön is, hogy mire gondolt Bajnai Gordon ezzel a mondatával, arra, hogy megállapodtak, most mindegy, hogy az írásos emlékeztetőt, ki mindenki írt alá. Senki. Tehát, hogy... Egész konkrétan senki. Igen, azt láttam azt a papírt, Juhász Péter hozta. És volt rajta aláírás. De... Tehát nem az önöké, nem a részvevők aláírása volt. Az övéké volt, tehát a szervezők aláírása. De most nem ez a lényeg ebből a szempontból, hanem szinte evidenciának kellett volna lennie, mondják az Együtt PM MSZP képviselői, hogy egy közös ellenzéki október 23-ai rendezvényen nem egymással foglalkoznak, és nem egymást kritizálják. Na ezt a... De nem, semmiféle kritizálás nem történt. Gyurcsány Ferenc, Fodor Gábor, Kunce Gábor és Bokros Lajos elmondta azt a véleményét, hogy szélesebb összefogásra van annál szükség, mint amit október 22-én a két párt kötött. Nincs eufória ez ügyben. Hát Lendvai Ildikó is azt mondja, hogy ki kell nyitni ezt a együttműködést. Kónya Péter ezt mondja, Bajnai Gordon pártjának egyik társelnöke mondja, hogy ki kell nyitni. Nem október 23-ával kell foglalkozni, hanem azzal, amit az ország vár. Az ország közös miniszterelnök jelöltre vár, meggyőződésem, közös egyéni jelöltekre vár, és közös listát szeretne, és keressünk végre egy olyan miniszterelnök jelöltet, akár újat, aki győzelemre viszi ezt az oldalt. Mondom a másodikat, amit nyilatkozott Bajnai Gordon. Hát, hogy olyan párttal fognak össze, amelynek célja az Orbán kormány 2014-es leváltása, nem a túlélés, a parlamentbe kerülés. És 2014-re készülés, nem az azt követő időszakra. Ezt a feltételt még kifejezetten nem értem, hát minden párt le akarja győzni. Akkor lefordítom. Ez a feltétel arról szól, hogy Gyurcsány Ferencnek ne az legyen a célja, hogy mindenáron be akarjon kerülni a parlamentbe, hanem azt akarja, hogy leváltsák Orbán kormányt. Hát azért akar bekerülni egy párt a parlamentbe, hogy leválthassa Orbán Viktort. Tehát Bajnai Gordon... Hogy hogyan? Tehát bekerül ellenzéki pártként, vagy pedig kormányzó erőként? Hát nyilván kormányzó erőként szeretne egy párt, azért alakul, és azért hozza létre a szervezeteit, és azért politizál, hogy aztán azokat az ideákat, elképzeléseket, szakpolitikai válaszokat, amelyeket kialakított, azokat kormányon meg is valósíthassa. Gyurcsány Ferenc nem a politikai túlélésre játszik. Annyiban játszik politikai túlélésre, mint minden politikus. Hát szeretne bejutni a parlamentbe Bajnai Gordon is, nem? Ő is szeretne 5%-ot, és szeretne bejutni a parlamentbe. Tehát nem ez, de ezek azt gondolom, hogy ilyen álfelvetések. Le kell ülni, beszélni egymással.
az MSZP-nek, az Együtt PM-nek, meg a Demokratikus Koalíciónak is megnézni, hogy mik azok a feltételek, gyorsan még újra gombolni a rosszul begombolt kabátot, és megbeszélni, hogy hogyan lehetne kicsit előbbre jutni. Hát mindenki érzi, hogy patthelyzet van, hogy mindenki egymással foglalkozik. Értsük már meg, hogy az országról van szó. Hát itt milliók sorsa megy tönkre fél év múlva, és milliók fogják elhagyni az országot, ha nem értjük meg mi egymást legalább. Nem feltételeket kell szabni, hanem jó napot kívánok, egy levél, egy telefon, és azt mondani, hogy milyen nap van ma? November 12. 12. November 14-én reggel 8 órakor kezdjünk el tárgyalni. Nem kell feltételeket szabni, megyünk boldogan és tárgyalunk. Hát ez most senki nem illatkozta, hogy november 14-én reggel senki. 8 óra, úgyhogy itt még nem tart. Értem, tehát itt még lehet nem tart. Kor is. Itt még nem tartanak. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én köszönöm.